jaktáborból. Na, azt tudod mi? Nem. Jó. 2006-ban dolgoztam a Deutsches Theaterben, mint rezsi hospitantin, ami egy ilyen másodasszisztens, tehát az asszisztensnek voltam az asszisztens, ami azt jelenti, hogy én voltam a legkisebb ember a produkcióban. Én világosítottam, meg hangosítottam a próbákon, de én főztem a kávét is, stb. Stb. És akkor úgy a Thalheimer rendezte az Oresztelját, és az első, az úgy kezdődik, hogy van egy az őrnek egy monológia, hogy várja, ugye, hogy kigyújjanak a tüzek, és lássa, hogy visszatérnek a hősök. És kérdeztem tőle, hogy nem az kéne, hogy ő, hogy már teljesen reménytelen ez a számára, hogy itt ezek a tüzek ki fognak gyúlni. És akkor nagyon komolyan rám nézett, és azt mondta, hogy remény nélkül semmi sincs, és hogy nincs élet remény nélkül. És valahogy ez annyira belém ivódott akkor, ahogy komolyan ezt mondta, hogy nagyon sokszor eszembe jut azóta is a dolgozom. Ennyi maradt belőle. 97 évet húzott le a boltjával a pénztárgép mögött. Tudj, végül ebben a tavaszban végező egy marék parkét. És én rohadjak meg, de bírtam elvinni még felett szívesen. Még egy adag sült rubik, legyen szíves! Utáltam volna vele. Soha semmit sem tettem érte. Ellene azt igente, érte a soha. Néha úgy utálom magamat, mint Hitlert és Stalin együttvére. Na ide azzal a sütrumpival egy-kettő. Hát nőként az, rendezni az már egy egészen más helyzet, főleg, hogy én nem végeztem el a rendezőszakot, hanem dramaturgszakot diplomáztam. Akartam rendezni, tehát én már 16-17 évesen azért ez rendeztem is a középiskolában, de azok még csak ilyen kis próbálkozások voltak, és aztán így valahogy ezt föl is adtam, mert meggyőztem magam arról, hogy ezt, hát láttam azt, hogy ez mennyire férfiak által dominált szakma, vagy csak férfiak vannak ebben a közegben, és úgy ezektől a férfiaktól azokat a visszajelzéseket kaptam, hogy én a kis gyenge hangocskámmal, a szőke, akkor még szőke hajammal, és egyáltalán, hogy ez nem, ez elképzelhetetlen, hogy érem bárki hallgasson, vagy bárki megcsinálja, amit én mondok, én nem tudnék irányítani egy egész stábot, mert ahhoz agresszívnak kell lenni, meg erőszakosnak, meg üvöltözni kell, meg mit tudom én. És akkor én ezt így elfogadtam, hogy jó, hát akkor egy olyan testbe születtem, hogy hiába szeretném én ezt, meg hiába vágyom rá, ez nem fog menni. Az, ahogyan dolgoztam az őrkényben dramaturgként, azért mindig voltak rendezői ötleteim, ami azért kiderült, és akkor a Mácsai ezért kezdett el biztatni, hogy én nekem ezt meg kéne próbálnom. És hát számomra is meglepően megnyugtató volt alapvetően, ez volt az első élményem. Mandarin ragaszkodott hozzá, hogy hozzunk el magunkkal még egy lányt. Útközben elesik. Kiabálok a többieknek, hogy ne várjanak meg. Nincs idő kifújni magad, kislány. Gyere, erre meg tudunk lógni. Először is, még mielőtt. A rendes nevektől, főleg az enyémtől hánynom kell. Ha tudnád, hol nőttem fel, értenéd. Te is jobban jársz, ha minél hamarabb lehúzod a klotyón a tiédet. Majd meglátod, attól még, hogy zöldség vagy gyümölcs nevedben nem változol meg, de valahogy mégis tisztának érzed magad. Az én nevem Licsi. Ezt a kivit, ezt annak idején úgy kezdtem el, hogy mindenkit fölhívtam, aki benne van, és megmondtam, hogy nincsen rá egyáltalán pénz. Még nem tudom, hogy lesz, de hogy olyan jó volna megcsinálni. Van kedvetek? Van. Teljesen így álltunk neki. Ez nem Hungarikum, szerintem ez mindenhol így van, vagy nagyon sok helyen így van. Amerikában is nagyon sokan mesélték ezt nekem, hogy így dolgoznak, akár másfél évig, tehát fogalmuk nincs, hogy miből fogják azt az előadást létrehozni. Nem tartom jónak egyébként, tehát nem gondolom, hogy ez jó, mert
hát nem segíti elő a művészi minőséget feltétlenül. Amikor rendezek, akkor nagyjából így dolgozom, ahogy most beszélgetek veled. Azt szokták nekem így a szemembe mondani a színészek, nem tudom, hogy akkor ebből mi az igaz, hogy úgy érzik, hogy nagyon tudom, hogy mit akarok, és ez nekik biztonságérzetet ad, és nagyon világosan és egyszerűen meg tudom fogalmazni azt, hogy mit kérek adott pillanatban. Vannak viták is, és ha nem blöffölök, már pedig nem szoktam, akkor azért meg is tudom indokolni, hogy miért akarom azt abban az adott pillanatban, és meg szoktam tudni őket győzni. Van olyan is, hogy kompromisszumot hozunk, de ez a ritkább.